Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy Átlam aláírt ajándékkártyát is. Szeretnétek ingyenes PGDN-es termékeket nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a Insta és Facebook oldalamat, ami ott van a képernyőn, de amúgy a leírásban is ott van. Ott bekövettek, és talán olyan a havi, két havonta egyszer szoktam általában nyereményjátékokat tartani, és ezeken az oldalokon mindig kaptok infót a legújabb videóimról, és néha én is szoktam kiposztolni mondjuk kisről meg ilyenekről a képet, szóval megéri követni. Ha szeretnél király és hasznos PGDN-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Esetleg a történetes videóimat szereted, esetleg az iskolásokat, esetleg a túlélő sorozatos videókat, esetleg a küldetéses videókat, vagy talán azt, amikor más videósokkal vagyok együtt. Tudjátok, rettentő sok csatornám van, összesen 4 darab, ha esetleg valamikre nem vagytok feliratkozva, akkor ezt mindenféleképpen tegyétek meg, különben le fogtok maradni eléggé sok videómról. A képernyőn látjátok minden 4-et, de a leírásban is ott van. Nagyon szépen köszönöm annak, aki esetleg ezt megtette. Na, sziasztok srácok, én tudom, hogy és itt ünket következő videóval, egy kicsit lemaradtam a beköszönéssel, bocsánat. Nos, itt ünket következő videóval, üdvözlök mindenkit, sziasztok. Azt hiszem, ha minden igaz, akkor szerda van, így is van, szerda van. Nagyon sok ezen jön, na mindegy. Szóval itt tehát velem kis, így is van, vúf, szia kis. És van egy csomó cuccunk, szóval van egy csomó ópialmánk. Nagyon jó, van egy full gyémánt szettünk, gyémánt senki még minden. És igazából arra gondoltam, hogy elmehetnénk bányászni, mert bányászni igazából mindig fontos. Kis, ezt te raktad ide ezt a sok csirkehúst? Ezt te voltál? Tessék, kapsz belőle. Aj, te. Nem tudom kibírni, ne adjak neked kaját. Na menjünk! Posta jött, jött posta, jött egy csomó posta, ezeket gyorsan olvassuk. Csirkemell filé 200 forint per gram akció, marhaláp, jó, ez újság. Szia, te vagy a kedvenc vidisem, ez király. Szép napot, ha szeretne egy jót vásárolni, jöjjön el az MC Shopba kapható PGZN és bögre pulcsi póló, ez igazából troll shop, na mindegy. Szia, mi az igazi neved? Ja igen, a szokásos kérdések, jó, inkább ezekre nem is válaszolunk. Nagyon jó, és akkor mehetünk szépen bányászni. Valahol múltkor találtunk egy érdekes bányát, ott is van, jó. Oké, ott is van a mi kis bányánk, menjünk szépen oda. És akkor ez így ennyi. Ez így komolyan így ennyi? Így komolyan így ennyi az egész? Wow, na jól van, mindegy. Szedjük ki innen szépen a cuccokat. Jó sok szén van, woof, van szén, jaja, az is igazából valami legalább. Jobb, mint a semmi! Oké, leestünk valahova. Oké, kis is itt van, szia kis. Na, nagyon jó, hát ez így mi? Itt, ez így, nem tudom mi ez, de van. Ott van valami őrült tudós. Itt van valami bedrock. Vagyis obszidián, itt meg van homok. Na jó, menjünk végig itt, mielőtt oda megyünk ahhoz. Hát itt konkrétan semmi nincsen. Nagyszerű, oké. Akkor ez itt egy rossz út. Mi ez a hang? Jajaj. Na várjatok. Itt meg van. Itt meg van egy csomó poti. Jó, oké, ezeket kivesszük. Ezekre mi van állva? Halál, végtag turbó, vakság ellenanyaga, meg antiparalízis. Oké, és emlékezett visszanyerés, meg véráram tisztító. Jó, ezek nem tudom, hogy mire jók. Itt van egy csomó kaja. Aha, oké, ezeket hagyjuk. Ezek nem tudom, hogy mire jók, de oké. Na, akkor nézzük meg ezt a őrült tudós, vagy nem tudom, mit csinál ő. Őrült tudós. Fú. Aha, itt valami tudósozik, vagy nem tudom. Hello! Szia! Hello! Üdv! Nem tudom, hogy kerültem ide, hogy jutottál be? Hát nem tudom, de segítek kiszedni a cuccokat, parancsolj. Nem tudom, hogy te gonosz vagy, vagy jó, vagy nem tudom, de mindegy, sziasztok. Ki vagy? Dani vagyok, szia, hello. Miben segíthet? Ja nem, pont nekem kéne megkérdezni, de mindegy. Nem tudom, hogy kerültem ide, mutass személyit és kártyát. Hát figyelj, gyere, nézzem, mutatom, hogy kerültem ide. Onnan fentről ott bányáztam, és leestem, és itt vagyok. Ennyi a lényeg nagyjából. Így kerültem ide, de igazából, ja, ennyi nagyjából, így röviden és tömören. Szóval illetéktelen? Hát beestem, mit tegyek? Hát ott ástam a szénér, aztán egyszer csak leestem. Te raktad rossz helyre a izédet. Ma ott van felettet konkrétan egy ilyen bányacucc, vagy nem tudom mi. Aztán, ja, mennyire vagy megbízható? Hát olyan megbízható vagyok teljesen, persze. Gondolom, azt hiszem. Ja, szerintem. Kutya? Ő is teljesen, a kutya az mindig megbízható. Nyugalom, a kutya az teljesen megbízható, tőle nem kell félned. Igazából ő kedves, meg minden, szóval, ja. Na de mondjad, hogy ezért mutatok valamit. Jól van, oké. Na, amúgy innen én... Aha.
Oké, igen, itt már jártam. Ja, itt már jártam, hova tűnt? Itt van nálam, bocsi, ezeket már kivettem, nem tudom, mik voltak ezek. Itt van ilyen végtag turbo, hogy mi ez. Aha, ez egy átlagos magasugrás. Mit keres nálad? Hát itt találtam, azt gondoltam kiveszem, vagy nem tudom. Ezért én nagyon tudok ugrani. Ezt itt már meg, hallod? Ez valami Coca-Cola, ezt itt meg, ezt neked hoztam. Ezekkel hónapokat foglalkoztam. Jó, az király, ez regeneráció, aha. Ez meg tűzállóság, ez éjjellátás, ez meg gyorság. Ezek egyszerű Minecraft potik, már nem azért. Ez nem tud, nem? Hát jó van, oké, pedig ez egy magasugrás, és ugyanúgy csak magasat ugrok, és így ennyi. Vagy nem tudom, itt van érc, ezt kiszedem, hogyha nem probléma. Hogyha már így itt vagyok, akkor már kibányászom a dolgokat. 1820 óta itt él a családom magányosan. Hát ez szomorú, hát sajnálom, vagy nem tudom. Nem tudom, mennyire modern a világ. Aha, oké, okay, hát jó, ezek csak átlagos Minecraft potik. Ja, igazából mindegy. De most elpusztítom a földet. Mi azt mondja, várjál, mindjárt megállítom, csak ha szedjem ki a szenet. Vagy nem tudom, várjatok, kiszedjük a szenet. Jó, amúgy nem ennyi szén elég volt. Na, gyere, úvas, Istenem, mennyi szén van itt. Jó, oké, okay, vagy cucc. Na, várjatok, menjünk szépen vissza. Na, hogy pusztítod a földet, mester? Ezeket kiengeded? Ugye tudod, hogy ezek nem támadnak meg csak úgy embereket. Hallod? Őrült tudós? Figyelj már ide, ezek, ugye tudod, hogy ezek csak úgy nem támadnak meg akárkit. Csak azt, akit mondjuk te, vagy mi megütünk. Amúgy kaptam Lucky Blockot. Adj nekik egy pofont. Hát, adjál nekik te pofont. Hát mutasd meg, hogy kell, nem tudom, hogy kell adni. Oké, itt valami robbant a Lucky Block, ahogy látom, vagy nem tudom, mi van. Nem tudom, mindegy Lucky Block volt, nem értesz te ezt, ez túl modern. Na, üsd meg, hogyha mered. Üsd meg te. Hát, jó, ennyi volt, gratulálok. Gratulálok, Istenem, de Jézusom. Na, menjetek csak nyugodtan, kiengedem őket, ha-ha, kiengedem őket, na mi az? Ennyit a nagy őrült tudósról, amúgy már nem azért. Jaj, jó, várjátok, bezárom. Ja, mindegy, jó van, vagy kis is kijön. Hagyj! Hát nem azért mondom, te voltál a buta! Na várjátok, várjátok, zombival a szemben, beengedlek. Tessék, menjél csak, várjál. Te is meghalsz, de hogy halok meg. Figyelj már ide, igazából ők mennek csak be, tessék. Jaj. Na várjál, nem már. Jó, én beengedem a malac ember, tessék, itt van. Na most akkor mit csinálunk ezzel a tudóssal, mert most így oké, hogy kiizéltük ezt a cuccát, de most akkor mi lesz? Tudod, mi lesz a jövőben? Nem tudom, mi lesz a jövőben, nem vagyok időjós, meg időbelátó. Hatalom. Aha, hatalom lesz, értem, nagyon jó. Oké, uralom. Á, értem, nagyon jó, igen, találó, meg minden. Aha, az mi? Az mi? Most lerakottad egy redstone blokkot, megnyomta a kart, és ez mi? Ez mi a izé? Az hogy szállt el? Hagyjatok már! Az felszállt! Az elég durán muhaha! Az hogy szállt fel oda? Na várjátok, ezt nézzük meg, ez mit csinál. Hogy szállt fel? Az konkrétan megfogta, lerakott egy redstone blokkot, megúzott egy kart, és felrepült. Lóan, na várjátok, ezt nézzük már meg, hogy mit csinál. Ez most már tényleg így érdekel. Várjátok, enyém a világ. Enyém a világ, várjál már! Na, várjál, jó, elugrok oda. Mit csinál? Úristen! Na, látjuk, már robbangat mindent. Őrült tudós, ott robbangat mindent. Mit csinál? Végre kitörtem a bunkeremből. Ne, jaj, menjél vissza kis! Menjél vissza kis! Jó, oké, okay, él a kutyám, jó. Oké. Okay. Oh, de ezt hogy csinálj? Lerakta azt lesz redstone blokkot. Na, várjátok, üssük már ki ezt a redstone blokkot, akkor mi történik? Akkor lesz valami? Vagy nem tudom, várjátok, kiütjük. Megnézzük, hogy ha kiütjük azt a redstone blokkot, akkor eltűnik a hatalma, mert így érdekel, vagy nem tudom. Na, nézzük, kiütöm. És nagyon jó. Na, mi történt? Na, várjátok, felmegyünk vissza, megnézzük, hogy mi történt. Na, gyors felépítem magamat. Így is van, jó mélyen van amúgy ez a bunker, most így visszanézve amúgy. Mi? Na, mi van? Na mi az, ennyi volt? Van 5 HP-ja. Mi történt? Hallod, nem azért mondom, de lerakta egy redstone blokkot előttem, és konkrétan nálam volt végig egy csákány, tehát eléggé buta vagy, már nem azért mondom. Na, gyere szépen vissza! Gyere szépen, menjünk vissza a bunkeredben, annyi. Gyerünk, mennyi! Egy HP-d marad, és kiütötted? Igen, kiütöttem, hát nem vagyok ennyire buta, hogy ne üssem ki. Na, szépen menjél vissza! Szépen menjünk vissza a börtönödbe, na gyere! Ezeket én addig szépen kiütöm. Nagyon jó, de kérlek, ne! De... aha! Oké! Okay. Oké! Okay. Wuff! Oké, okay, kis! Hát nem kellett volna megölni, de... Hát jó! Oké, okay, mindegy, én nem mondok inkább semmit. Tudjátok, hogy nem mondok, várjátok, inkább ezeket felszedjük, és én elássam ebbe a bunkerbe. Nem tudom, hogy mi történt, nem tudom, hogy kis mérölte meg, de jó, oké. Okay.
Istenem! Aj kis! Most miért ölted meg? Én be akartam szállni, nem akartam megölni. Azért ez kicsit így túlzásnak tűnt, hogy mégiscsak megöljem. Fúf, és mosolyog. Jaj, Istenem! Na jó, ezt én szépen bezárom ezt a bunkert, hogy soha senki ne tudjon bejutni. Nagyon jó. Oké, királyság, na kis te meg majd gyere fel majd valamikor. De jó, és én ezt az egész részén úgy, hogy mindent lezárom. Ezt is ide beledobálom, mert ezek se kellenek már. Ezeket a potikat is mindent én itt hagyok, nekem semmi nem fog kenni, szépen hazamegyünk. Nagyon jó, és akkor megöltük a tudóst. Nem, igazából nem akartam még mindig megölni, de mindegy igazából. Történt, ami történt, lett, ami lett, ez van. Én hazajövök szépen, én nekem tiszta lelkiismeretem, én semmi rosszat nem tettem. Igazából kis volt az, de mindegy igazából. Srácok, írjátok le a kommentben, szerintem kis jó cselekedette. És ne felejtsd el a tegnapi Dani Games videót megnézni, és az egy új játékról szólt. A videó végén már valószínűleg látjátok. Ott annál a videónál találkozunk, azt mi nem felejtsd meg. Én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!